felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adójának röviden katának a jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Erre szerintük azért van szükség, mert a munkáltatók katásként alkalmaznak valójában munkaviszonyban dolgozó alkalmazottakat. A kamarának vannak javaslatai, miként kellene szigorítani a szabályokon, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A munkáltatókra, vagyis a kisadózók megbízóira szigorúbb sarcokat vetnének ki. Egy megrendelőtől 3 millió forint bevételnél éves szinten nem lehet több, illetve lehet több, de akkor már 40%-os adót kell fizetnie, és nem jelenlegi kedvező adókat, hiszen jelenleg havi 50 ezer forinttal egy főállású vállalkozó megúszta az adóztatást, az kiegészítő tevékenységet folytat, mondjuk más munkahelye van, vagy nyugdíjas, akkor havi 25 ezer forintot. A 3 millió forint feletti rész utáni adót tehát nem a katás vállalkozó, hanem az üzletfele, vagyis az őt megbízó cég lenne köteles befizetni az államkasszába. A szakemberek szerint ezzel eltűnne az adóelőny, és megakadályozható lenne, hogy a munkadók munkaviszony helyett katás vállalkozóként, lényegében színlelt szerződéssel alkalmazzák dolgozóikat. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azonban attól tart, hogy ezzel nem az adóbevételek nőnek majd, hanem a fekete számlázás. Nem mindent fognak leszámlázni a vállalkozók. Így a kézbe adott fizetések aránya emelkedik majd meg ennek hatására. Például a könyves nem fog számlát adni az anyagról, csak a saját béréről, az meg jelentősen csökken, így a számla összege, illetve az is előfordulhat, hogy eltűnnek a különböző bevételek, azaz nem lesznek leszámlázva. Az adóhivatal elvileg eddig is ellenőrizte a kata alanyokkal szerződéskötő kifizetőket, és ennek keretében vizsgálta a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaéléseket, idén is ezt teszi, mondta Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei igazgatóságának szóvívője. Magyarországon a katás vállalkozások száma meghaladja a 400 ezret.